A projektre Tisza Telek, a kohéziós alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott 1 milliárd 800 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert, melybe beletartozik a szennyvízbefogadó állomás építése is. A tervezési munkálatok már évekkel ezelőtt megkezdődtek, ha az időjárás is kedvez, akkor 2020. júliusában elkezdhetik a fél évig tartó próbaüzemet, hangzott el a nyitó rendezvényen. A polgármester hozzátette, az átadás határideje 2020. december 5-e. A Berta Kft. Nyerte meg a beruházást, alvállalkozó pedig az MTNK. Ezzel a beruházással egyidejileg megnyertük a közútnak a felújítását is, és bízok abban, hogy a meghatározott időre, augusztusra a közútba a szennyvízberuházásnak a csövei bekerülnek, és utána fel tudjuk újítani a közutat is, amit már tavaly fel kellett volna. A projekt keretében Beszterecen már megkezdték a közintézmények és lakóházak szennyvízzel vezető infrastruktúrájának fejlesztését. Ugyan az érdemi munka, hogy Beszterecnek a 4700 méter szennyvíz hálózat, ami kiépítése kerül, abból azt mondom, hogy 2100-2200 méter, ami már megvalósult itt az utóbbi pár hónapban. Ez egy nagyon fontos a település életébe, ez egy beruházás, ez közel 1 milliárdos beruházás a település életébe. Meg a lakosság is igényelte. Ezen már mi 15-20 éve már ezen vagyunk, hogy ez a valósuljon meg, ez a beruházás. A kohéziós alap és a hazai költségvetési előirányzat által nyújtott visszanemtérítendő támogatásból új Dombrát szennyvízelvezetése és kezelési fejlesztése is elkezdődik.